Sean Bean, Király Attila. Sharp lövészei. Brian Cox, Petridis Christos. Dara O'Malley, Kőszegi Ákos. Assumpta Serna, Árkosi Kati. David Rúton, Úri István. Portugália 1809. Európában Bonaparte Napóleon az úr. Testvére Joseph ül Spanyolország trónján. Sir Arthur Wellesley, aki hamarosan Lord Wellington lesz, az új brit parancsnok, elfoglalta Oporto városát a franciáktól. Jó reggelt, Sir Arthur! Mondj ő, Milord Wellesley. Ne bámuld. Előre! Jobb későn, mint soha, Hogan. Igenis. Hogy hívják? Sharp, őrmester. Második zászlója 95-ös lövészek. Elégedett vagyok. Átkozottul szerencsésé tett. Én meg szerencsétlenné teszem. Előléptetem tiszté, Sharp. E pillanattól ön a 95-ösök hadnagya. Hogan őrnagy, ő itt Mr. Sharp. Gratulálok, kapitális döntés, sir.
Abban a pillanatban, ahogy megláttam, azt mondtam, igen, ez a fickó itt egy született tiszt. Na persze, tudja a Sir Arthur, kell neki egy pártfogó. Hogan, vegye le róla a kezét. Hogan, tudja az én csapattisztem. Az ezredesét tájékoztatjuk. Hozzák be könnyített szolgálatra, amíg a sebei begyógyulnak. Szép napot! Könnyített szolgálat. Az lesz, uram! Természetesen. Figyeljen, Sharp. A könnyített szolgálat azt jelenti, hogy marad a főhadiszálláson, ahol gúnyolják. Mi lenne, ha valami más találnék ki magának? Amennyiben lehetséges. Ez a beszéd. Azt mondta az őrmester, hogy megszervezi az őrséget. De ugyanélkülünk. Tehát a bankárok nem mozdulnak. Sajnos nem, Sir Arthur. Meg kell keresnünk Rothschildet. Azt javaslom, küldjük el ezt a Sharp cimborát, csatlakozzon Danethez. Ma csináltam tisztet egy katonából, és maga azt akarja, hogy holnap küldjem a hegyekbe. Van szíve, Hogan? Van, uram. Kell valaki, aki vezeti Danet mesterlövészeit. És Sharp jobban érzi magát a hegyekben, mint az űrzavarban. Tudja, mi a probléma, Sir Arthur? Nem közülünk való. Lafford, küldje be! Sharp hadnagy! Sharp hadnagy uram. Honnan ez az egyenruha, Sharp? Az őrnagytól, uram. Mi ez, Sharp? Egy shilling, uram. Ő felsége shillingje, Sharp. Az utolsó shillingünk. London nem fizet. A hadsereg szegény. Két havi zsolddal tartozunk a katonáknak. A jövő héten már hárommal. Rontja a harci morált. Nem de? A segítő spanyol irreguláris alakulatok szétolvadnak. Mit csinál, ha nincs pénze, Sharp? Élek nélküle. Kölcsönt vesz fel egy banktól, ami londoni bankárunk. Nathan Rothschild, Nathan testvére James vezeti a bank ügyeit Bécstől Lisszabonig. A franciák bosszantására. 10 héttel ezelőtt James elindult Bécsből egy bankkiváltóval. Át akart kelni Franciaországon, a Pireneusokon, Spanyolországig, hogy megtörténjen a találkozó egy Casa Antiqua nevű helyen. De James Rothschild nem jelent meg. De... Csend! Ne mondja, hogy James csak egy bankár, aki utazgat a háborúban. Nem tisztviselő. Csinált már ilyet? Tudjuk, hogy eljutott Torre Castroig, és onnan délfelé indult. És most valahol a hegyekben van. Ezért kiküldtünk egy keresőcsapatot, amit... Dunett. Őrnagy vezet. Ez azt jelenti, hogy 100 mérföldre be kell hatolni a megszállt területre. Van kedve hozzá? De... Helyes! Én holnap előre megyek egyedül, úgy kevésbé feltűnő, és lesz alkalmam felvenni a kapcsolatot a spanyol ügynökkel, aki szintén részt vállalt. Egy mesterlövész szakasz halad egynapos késéssel Danet csapata után. Ha el kellene a segítség. Itt jön a maga szerepe. Maga lesz a mesterlövészek parancsnoka. Sir Arthur? A beosztottjai nem tudnak semmit a feladatról, a biztonság okán. A titkot csak maga tudja a felettese Danet őrnagy és Murray kapitány. Bármi történik, egyiküknek el kell jutni a Casa Antiquába. Ettől a ponttól 3 mérföldre táboroznak. Szeretik a rideg életet. Hajnalban várják magát. Ez adja át Murray kapitánynak. Danet őrnagy régi vágású katonatiszt Sharp.
Lehet, hogy nem helyesli, hogy közlegényt neveztem ki tisztnek. Igen, uram. Lehet, hogy nem vigyáz a modorára. Hát vigyázzon maga. Igenis. Jó utat, Mr. Sharp. Richard? A shilling? Képes rá, Hogan? Vagy meghal, uram. Teréza! Tartsátok fel őket! Nyomás! Rögtön jövök én is. Válogatott szakasz. Külsőre olyanok, mint egy rakás cigány, de a legjobb mesterlövészek György király hadseregében. Na, gyí! Hey! Katona, ki vagy te? Sharp hadnagy. 95-ös lövészek. Elnézést, uram, nem láttam rendesen. Ki maga? Aszhajatong! Osztályos szakasz, uram! Osztályos szakasz. Hol vannak a többiek? A pajtában, uram! Elalvásért főbelövés jár. Ha újra rajta kapom, én hajtom végre. Lelőhette volna őrmester. Engem nem. Dunett őrnagy nem bírja az így előléptetett tiszteket. Gyere, Aszaja, lássuk, mi lesz, mikor felébreszti Harpert. Ébresztő! Ébresztő, lusta rohadékok! Fel! Gyerünk már! Imádkozz könnyű halálért!
Nem látja, hogy tiszt vagyok, átkozott érkutya? Persze, én meg Napóleon. Látta valaki az új tisztet? Dunettör nagy küldött érte. Neve? Beosztása? Patrick Michael Harper. Osztályos szakasz, uram. Maga? Osztályos szakasz. Mutassa! Mi ez? Alkohol? Az úr nem örül neki. Adja ide, hogy megsemmisíthessem. Ó, a francba egy rohadt metodista. A legjobb konyak, uram. A reggeli csúcsa hát. Ki az ördög maga, uram? Sharp hadnagy, uram. Itt van a parancsom. Sharp? Sharp? Maga az, akit Wesley közlegényből léptetett elő? Uram. A papírok rendben vannak, uram. Sharp kitűnően cselekedett. De nem itt nálunk. Összeverekedni egy közkatonával. Ne tegye, Sharp. Nem, uram. Harper. Megtámadott egy tisztet. Ez főbelövést érdemel. Felébresztettem. Azt hitte, betolakodó vagyok. Az én hibám, uram. Ha maga mondja. De nálunk vannak követelmények, Sharp. A tiszteknek úriemberként kell viselkedniük, még ha nem is azok. Igenis. Egy óra múlva indulunk. Maguk az utóvéd. Öt perc múlva legyenek készen! A legszebb a néma száj, Cooper. Meg se szólaltam. Fura egy tiszt ez a Sharp. Nem is igazi tiszt. De igazi rohadék. Neve? Cooper, uram. Honnan származik Cooper? Soreditchből, uram. Előző foglalkozása? Egyfajta kereskedő voltam, uram. Ingóságok meg hasonlók. Nem lehet, hogy mások tulajdonával kereskedett? Maga? Daniel Hagman, Cheshire megyéből. Vadász. Akkor jól lő, igaz, Hagman? Tudok lőni, uram. Akkor rajta. Mutassa meg. Kárt tett ő felsége egyenruhájában. Ezért hadbíróság elé állíthatnám. Maga? Harris, Whitliber uram. Foglalkozása? Közvetítő voltam Lord Bacchus és egy örökös adósa között. Szóval egy hamukotró senkiházi. Van valami, amit tud? Tudok olvasni, uram. Ashajatong, uram. Igen, azt már tudom. Hová valósítunk? Nem tudom, uram. Hangosabban. Nem tudom, uram! Miért? Mi van a családjával? Nem tudom, uram! Korábbi munkaadója? A hadsereg, uram! A hadsereg.
Maga miért van itt, Harper? Átkozott makacs ír. Szóval, osztályos csapat, mi? Hát, nem én osztályoztam. De egyet ne felejtsenek el. Ismerem magukat. A maguk fajtáját. Volt idő kiismernem életem során. Csak a verekedéshez értenek. Ha bármelyikük is azt reméli, hogy túléli ezt a háborút, felejtsék el. Nincs rá esély. Vigyázz! Igazodj! Barát! Fegyvert kézbe! Indulj! Szakasz! Állj! Arra kell menni. Megvárjuk a hajnalt. William szörmester! Uram! Itt verünk tábort. Igenis! Emberek, tábort verni! Fletcher, Jones, Edward, rakjanak tüzet! Morris és Brown, őrségbe! Gyerünk munkára! Maguk nem, Sharp! Vigye fel az embereit a lejtőn, és kémlelje ki, milyen terep vár ránk holnap. Na, hallották. Látod? Mondtam, hogy nem rendes tisztez. Úgy packáznak velünk, ahogy akarnak. Nem rendes tiszt. Sose fárad el. Nehéz vigyázatlanul kapni. Odalent a faluban megmentette az írhádat. Miért utálod? Mert nem való ide, Cooper. Nem szeret ez tiszt lenni. És jusson eszedbe, amit mondok. Bal szerencsét hoz ránk. De túlesünk rajta. A hegyekben. Ennyi. Tartsd erősen!
Így jó lesz. Mi ez? Fegyverbe! Gyerünk! Feküdj! Földre! Vagy megölnek! Lövészek! Hozzám! Mozgás! Gyerünk! Nézze az angolokat, akik ott bujkálnak. Fura. Perkins az uram! Hangot se! No! No! Perkins, élete árán is óvja meg a zászlót. Igen, uram. Ne gondoljon a halálra. Soha többé, uram. Azt a kettőt keresni fogják. Fel! Mozgás előre! Sötétedésig nem állunk meg. Nézze azt az embert. Szükségünk van rá. Szövetségesnek. Még Torekásztróba jutunk. Francba, Hegman, takarja a fényt! Elnézést kérek, uram, de Murray kapitány úr nagyon rosszul van, uram. Harris!
Fejtsd ezt meg, Harris. Hova akar vinni minket ez a rohadék? Sajnálom, hogy gondot okozok. Remekül szerepelt ma, Sharp. Ez a kötelessége, uram. Eltévedtünk. Elvesztettük Hogan nyomát. Próbálja megtalálni az utat. Káza Antikvába. Meg fogom találni. Ne legyen túl kemény az emberekhez. Hogy mondjam, hogy meg ne sértsem. A fiúk nem szeretik a közlegényből előléptetett tiszteket. Olyat akarnak, aki kiváltságos. Aki más, mint ők. Van benne előkelőség. Úgy néznek magára, mint aki közülük való, Sharp. A nyomorultak közé. Tudom, milyen rossz lehet ez. Bocsánat. Persze nem. Én nem tudhatom. Csak akarok valami gyakorlati tanácsot adni, hogyha meghalnék. Ja, igen. Állítsa a maga oldalára Patrick Harpert. Ez parancs, uram. Magának adom a kardom. Talán a fiúk látják, hogy ezt hordja. Rendes tisztnek tekintenek. Nem. Tudják, hogy kedveltem. Köszönöm, uram. Ostoba dolog ilyen helyen meghalni. Murray kapitány meghalt. Temessék el. És aztán mi lesz? Eltévedtünk, igaz? Úgyhogy lemegyünk délnek Lisszabonba, majd haza. Parancsom van, hogy éjszakra menjünk. Minek? Mi a fenét csinálunk odafönt? Dunnetet és a kapitányt is megkérdezte, hogy mi értelme a parancsnak? Nem. De ne vegyes értésnek, az őrnagy és a kapitány rendes tisztek voltak, de most halottak. Nem szégyen, ha hazamegyünk. Reggel indulunk éjszakra, Káza Antikvába. Végrehajtani. Elbeszélgettünk. Kik? Én meg a srácok. És? Mi nem megyünk éjszakra. Lemegyünk délre. Bizony. Igen, uram. Mit érdekel, mit akar maga meg a többiek? Há? Mit képzel, hol a pokolban van Harper?
Azt hiszi a brit hadseregben, de... Demokrácia. A görög démosz szóból ered, azt jelenti nép... Pofa Beheris! Lelépni. Látom, Murray kapitány átadta magának a kardját. Mindig azt mondta, egy ilyen kard teszi istenfélők ki a franciákat. Mi délnek megyünk, uram. És szeretnénk, ha velünk jönne. És ha nem megyek? Csak Lisszabonba is feljelentést teszek. A szökevényeket lelövik, Harper. Ezért jobb, ha velünk jön. Mert ha nem, akkor megölnek. Világos. Rendben van. Adja ide a zsákomat, Harper. Rohadt ír kutya. Rajta, végezz vele! Rajta, végezz vele! Hajrá, Pat! Gyerünk, Harper! Most már a tiéd, gyerünk! Gyerünk, Pat! Rajta! Rajta, Mr. Sean! Rajta! Hát maga meg ki? Bemutatom kommandanta Terézát. A gerillákat vezeti, akik a hegyekben harcolnak a franciák ellen. És maga meg ki? Blas Vivar őrnagy, Matamoró grófja. Ő felsége 7. Ferdinánd spanyol király, a legkatolikusabb uralkodó hadseregének vezérőrnagya. És maga, uram? Sharp hadnagy. 95-ös lövészek. Csak hadnagy? Azért nem léptették elő, mert verekszik az embereivel? Ez az ember zendülő. Agyonlőni vitetem Lisszabonba. Tonk, kötözze meg és vigye a pajtába! Spanyolok és angolok, szövetségesek vagyunk. Mit keresnek itt? És ne hazudozzon arról, hogy eltévedtek több száz mérföldre a francia vonalak mögött, hadnagy úr. Egy Casa Antigua nevű falut keresünk. Csak ennyit mondhatok. Ha francia lenne, elővenném a késemet, és mindent elmondana, amit tudni akarok. De más a szövetség. Szövetség? A szövetségben is titkolóznak? A szeretők is titkolnak dolgokat. Mégis szeretik egymást. Talán segíthetünk egymásnak. Erre való a szövetség. Helyes. Én éjszakra megyek Torrecastro várába. Fontos iratokat szállítok azoknak, akik ellenállnak a franciáknak. Casa Antigua fele úton van, utazhatunk akár együtt. A parancsnokságom alatt. Azt hittem, ő a parancsnok. Teréza nyújtja a biztonságot a hegyek közt.
Ám de én vagyok a rangidős tiszt. Elfogadják, hogy én legyek a parancsnok? Igen. 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 Az emberei elfogadták. Tőlük kérdezi, mit tegyen? Igen. Nem mindig, de megkérdezem. Maga nem? Inkább addig veri őket, amíg elfogadják? Rendben van. De csak Casa Antiquáig. Helyes. Egy óra múlva indulunk. Sietnünk kell. A francia ezredes felderítőket küld utánunk. Honnan tudja, hogy ezredes? Miért nem kapitány? Vagy őrnagy? Ezek szerint látott minket tegnap. Látta a támadást, és nem segített. Sajnálom. Ezt én is. Na figyelem. Itt én parancsolok. És nem ők. Nem Harper. Én vagyok a tiszt. Engem követnek. Tud franciául, Harris? Oui, sûrement. Je parle très bien. Ennyi elég is lesz. Kell két deszka, meg egy szög. Hegman, kell egy lámpa, egy font puskapor és egy font golyó. Cooper, álljon ügyeletbe! És Perkins? Uram! Ásson egy tisztességes sírt Murray kapitánynak. Igenis. Legyen óvatos. Nagyon okos ember. Igen. De az emberei nem szeretik. Kifelé? Az a láda a lovon. Le nem veszik róla a szemüket. Azt mondják, tele van fontos irattal. Hát nem valószínű. Tudja, a sok irat sok papírt jelent. És a papír nehéz. De úgy emelgetik, mintha könnyű lenne, mint a toll. Uram. Vigye ki, Tong. Hogy van az franciául, hogy belépni tilos? De France d'entrée, uram. Rendben. Jöjjön velem. Imádkozzon, Tong. Jaj. Azt mondom, jaj. Jaj. Francia őrsebek, uram! Egy mérföldnyire! Sorakozó lövészek! Franciák, uram! Bravo! Miért üldözi magát az ezredes? Magát üldözi. Egy teljes lovas osztag? Ezredessel az élén? Nem. Magát üldözik. Miért? Azt keresik, ami a ládában van. De miért? Mert a láda tele van iratokkal, és az ezredes szeret olvasni. Ezért? Nem hiszem, hogy maguk kísérnek minket. Inkább mi kísérjük magukat.
Amigos. Perkins! Mozgassa meg ezt a vénkecskét! Élénken, fiú! Igenis. Mozgás, lajhárok! Felállni. A kivégző osztagnak mentettem meg. Perkins azt mondja, azelőtt egyszerű katona volt. Őrmester. Így igaz. Különös. Nálunk a tisztnek nemesnek kell lennie. Cavallero-nak, aki becsületes és vonzó, egy úriember. Sajnálom. Rossz helyen jár. Ezért van gondja a katonákkal? Ezt is Perkins mondta, mi? Igen. Azt mondta, maga igazi rohadék. Jól mondta. Ebből már tud mindent. Az anyám kurva volt, és egy bordélyban születtem. Árvaházban nőttem fel, és a seregben halok meg, remélem. Ez a Perkins azt mondja, maga megmentette Wesley tábornokot. Azért Harper meg azt mondja, ha valakit a bátorságáért dicsérnek az angolok, azt mondják, igazi rohadék. Kegyed odafigyel a katonák pletykáira? Igen, figyelek. Tudja, két fülünk van, és csak egy szánk. Szóval a jó parancsnok kétszer annyit figyel, mint amennyit kiabál. Elnézést, Mr. Sharp, de olyan száraz, mint a csont. Mindig ad cikrát, ha kell. A fegyvere a becsületére válik, Hagman. Köszönöm, Mr. Sharp. Az olaj, uram, az a titka, hogy nem sajnálom az olajat. Ahogy Wesley tábornok mondja. Igen, uram. Átkozott térd. Egy régi lábsérülés. Az eső kihozza benne az ördögöt. Hát, barna papír és paraffin olaj az egyetlen orvosság a makacs lábra. Nekem a karom ilyen, mióta összekülönböztem egy francia huszárral. Elfele vigye. Akkor történt a Vimerói csatában. A vita hevében elvesztette a fejét a nyakáról a jó voltomból, de iszonyat viszket az esős napokon, és nem volt semmi olyan hatásos, mint a paraffin olaj. Meg a legjobb barna papír. Hazám. Ó, értem. Az. Thank you.
Gyönyörű lány. Igaz? Az. Sose szeretett nőt? Nem. Miután kifizettem. Szóval nem olyan, akivel maga találkozott? Jobb, ha megpróbálja elfelejteni. Mert tudja, ő már nem nő. A legjobb tanuló volt Salamancában. Hazament az apai birtokra. Fiatal volt és boldog, tele reménnyel. Könyveket olvasott, zenélt az anyjának meg a húgának, és nevetett, miközben várta, hogy jön egy nemes ember, aki megkéri legyen a felesége. De helyette a franciák jöttek. Elbújt és nézte, mit művelnek. Látta, ahogy megvakítják az apját. Látta, ahogy megerőszakolják az anyját, a húgát Máriát, aki könyörgött a franciáknak, hogy végezzenek velük. A húgát meghagyták. Az anyját megölték. A végén őt is megerőszakolták. Amikor elmentek a franciák, eltemette az anyját, és a sírjánál szent esküvel fogadta, hogy minden francia meghal. Most már nem zenél, nem olvas, nem mosolyog, nem énekel. Lovagol a hegyekben, és vadászik a franciákra, és várja a halált. De ma láttam mosolyogni. Magára mosolygott. Majd megszakadt a szívem, és hálával tartozom. Buenas noches. Ez egy kicsit szomorkás. Játsszok még egyet Mr. Rézának. Salamanca! Állj, ki vagy? Sharp, 95-ös lövészek. Lépjen előre, hogy felismerjem. Mehet, uram. Pihenj, Cooper. Kérdezhetek valamit, uram? Hol tanult meg ennyire verekedni? Ott, ahol maga, Cooper. Szombat este a kocsmában. Messze vagyunk az otthontól. Sose volt otthonunk, Cooper. Nem, uram. Nem nagyon volt. Önként jelentkezett az alakulatba? Nem. Nem egészen, uram. Meg akartak hívni egy csevegésre, a rendőrségre. Here's a due to all charges and jury. Justice and our bailey too, for they bound me to King George's army. When it's over the seas that I wander, to who stand through the red, white, and blue. For they gave me the old king's hard bargain. So adieu to old England, adieu.
Ki oldozta el Harper? Mr. Reza, uram. Mi ez a kezében? Ó, ez csak egy kis vadmadár. Nem fog elrepülni? Nem. Bízik bennem. De beteszi a kalitkába. Hideg van. Tudja, a kalitkában van morzsa. Azt hittem, a vadmadarak szeretik a szabadságot. Az éhen halás szabadsága nem szabadság. Ezért lépett be a hadseregbe, Harper? Mondjuk. Nem könnyű írnek lenni, és angol egyenruhát hordani. Nem nehezebb, mint magának, uram, hogy belekényszerítették ebbe a nemesi egyenruhába. Piszak jól verekszik, Harper? Maga is, uram. Jó reggelt, Mr. Reza. Jó reggelt. Jó reggelt, hadnagy. Jó reggelt, Miss. Remélem, jól aludt. Mélyen aludtam. Köszönöm. Ezért a nőért érdemes keményen verekedni. Az az ember, az ott fogoly. Casa Antiqua. Oda igyekeznek. Veszélyt érez? Francia lovasság. Lóizzadság és nyeregbűz. Itt jártak. Képtelenség, Casa Antiqua előttünk van. Az embereim figyelmeztettek volna. Ó, füst. Ég egy falu! Az én falum. Indi! Ne! Lehet, hogy csapda. Csak ezen az úton lehet oda jutni. Igen. Felderítőket küldök. Az én embereimből erre vannak kiképezve. Tegye, amit mond, őrnagy. Cooper! Felderítés, élénken! Őrnagy, magára bízom, hogy őrizze a drága ládáját és Harper lövészt. Teréza, maga hozza az embereit. Hé, te meg Franco, velem jöttök. A többiek utánam! Gyere, őrizd a foglyot. Gyere, gyerünk! Fogd! Kezd oda! Carlo, arra menj! Thank you.
már megszerezték a ládát! Harris! Azt mondja, hogy maga ír, és fogoly. Miért maradna hű az angol kutyákhoz, akik Lisszabonba akarják vinni kivégezni? Jézusom, a számból vette ki a szót. Én segíthetek. Adja ide a ládát. Értem. Rendben. De mit kapok én? Maga gazdag lesz. És ha nem adom? Akkor halott. Hát eddig a legjobb érveket hozta fel. Kik maguk? Mit keresnek itt? Én George Parker vagyok, a feleségemmel Agátával és az unokahúgommal utazom. Metodista misszionáriusok vagyunk. Vannak még itt közülünk? Mondja, őrnagy, miért akarta az ezredes elvonni magát a szurdokból? Hogy elvonni? Igen, elég jól tudok franciául. Hallottam, mikor mondta, hogy gyújtsák fel a falut, hogy önt elcsalják a szurdokból. A láda. Maga ott hagyta a ládát, őrnagy! Adok magának kereken 100 guineát. Aranyban. És biztos utat Amerikába. Amerika? Az jó lenne. De tudja, Anglia királya tartozik a havi zsoldommal. És nem fogok nyugodtan élni Amerikában, amíg tudom, hogy a rohadék tartozik akár egy shillinggel is. Képes meghalni egy shillingért? Ezt írtam alá, amikor beléptem. Hát akkor meg fog történni. Szép napunk van rá. Egy muskétája van, egyet tud lőni. Egyikük meghal. A másik megkapja ezt az erszényt. Töviről hegyire, Harper lövész. Összeakadtam egy cimborával. Úgy nézett ki, mint egy sírásó. Volt vele két másik alak, arra kértek, hogy adjam át a ládát. És? Volt egy kis nézeteltérésünk. Harper lövész! Puskaporégési nyomok vannak az arcán. Beszédes jele a félig töltött fegyvernek. Általános hiba. Érthető az újoncok között, akik néha kilövik a töltőveszőt a csata hevében. De megbocsáthatatlan egy válogatott lövésznek. Úgy hívják félig elsült kakas Harper? Igen, uram. Nagyon sajnálom. Sorakozó, Harper lövész. Igen, uram. Nagyon köszönöm, uram. Várjon. Nem várja, hogy a parancsnoka megdicsérje magát? Hiszen megtette. Azt mondta, álljak sorba. –
Sárp hadnagy. Azt hiszem, jobb, ha átveszi a parancsnokságot. Feküdj! Az az alak szakasztott mása önnek. Nincs elmesélni valója? És a maga feladata? Nyissa ki a ládát, mondja el, mi ez az egész? Sajnálom, nem, még Torre Castroba nem érünk. Találkoznom kell valakivel Kázántikvában. De ha az illető nincs ott? A honfitársainak. Szükségük van a védelmére Torre Castroig. Természetesen. És mint parancsnok, hintóval megyek. Mint egy igazi tiszt. Aztán úgy adódott, hogy szegény bácsikám hagyott egy kisebb örökséget arra, hogy terjesszem a metodisták üzenetét a pápisták közt. Írországban jól terjedt, maradt Spanyolország, tehát itt vagyunk. Mrs. Parker meg én hintjük a magukat. A metodisták dohányoznak? Ó, csak a tüdőm miatt. Hikslut. Hiskasz. Sajnálom. Sajnálom, nem lehet. Még nem. Sajnálom.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Deus auditorium meu intende. Domine ad adiuvando me testina. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Amen. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lövészek! Zabár! Már tudom, miért mennek szerzetesnek. Ez az étel a kolostorban egy kicsit pápista az én metodista ízlésemnek, őrnagy. Az a bécisztercita, de azért egész civilizált. Köszöntőt! Halál a franciákra! Halál a franciákra! Halál a franciákra! Maga miért nem iszik? Sose szerettem az ilyen köszöntőt. Én katona vagyok, nem bérgyilkos. Akkor másik köszöntőt. Biztos utat Torre Castroba. Torre Castro. Toszt. Nem fog nevetni, ha mesélek egy történetet Torre Castroról, Miss Parker? Imádom a történeteket. Önnek spanyol lelke van. Elnézést, de hív a kötelesség. Meg kell néznem az őrséget. Elnézést, hölgyeim. When will you pay me? Says the bells of Old Bailey. When I grow rich, says the bells of Shoreditch. Mi az ördög? Shh! Maga az ebben a ruhában. Szép. Adja ide a tolvajkulcsát. Tolvajkulcsot, uram, de hiszen azt elvették. Azt elkúp. De amikor kijöttél a Newgate börtönből, szereztél másikat. Azt kéri a tiszt úr. Gyerünk már. De visszakapom, uram. Bízzon bennem. Nehéz megbízni abban, aki a tolvajkulcsát akarja az embernek, uram. Szóval, nem tudta kivárni, míg Torre Castroba érünk. Rendben, elmondunk mindent. Ezer évvel ezelőtt a muszlimok keresztül száguldottak Spanyolországon, hogy Rómába jussanak. Az őseim ellenálltak itt a hegyekben. Egy sziklánál, Torre Castronál. Kevesen voltak, de kitartottak. Nem adták könnyen. Napnyugtakor az ősön, mikor haldoklott, Santiagohoz fohászkodott, Spanyolország védőszentjéhez. És ő eljött. Egy véres zászlót hozott, meg egy fényes kardot, és lemészárolta a sok ezer betolakodót. Belemártották a lobogót a vérbe, és azt kiáltották, Santiago, mennydörgés fia, a csata gyermeke. Ez a gonfalon, a vérzászlaja. Ezer éve őrzi a családom, nehogy szükség legyen arra, hogy Santiago betartsa az ígéretét. Milyen ígéretet? Hogy újra eljön, ha megszállják Spanyolországot,
és kitűzzük a zászlaját Torre Castro kápolnájának tornyára. Térjen a lényegre, őrnagy úr. Csak egy kis francia helyőrség van Torre Castroban. A város népe ismeri a legendát, és titokban hisz benne. Amint kitűzzük a zászlót a kis kápolnára, a nép felkel a francia betolakodó ellen. Felkel? Egy rongy miatt? Megőrült, őrnagy úr! Nem, ez a legenda, Mr. Sharp. Az emberek hisznek benne. Amint kibontjuk a gonfalont, Santiago eljön, tűzben és karddal. De idő kell, hogy kitűzzük a zászlót, és amíg nincs kibontva... A franciák jönnek karddal! Pontosan. Ezért kellenek maguk. Segít addig harcolni a franciákkal, míg kitűzzük a zászlót. Hazudott, őrnagy úr. És maga is, Miss. Kiválasztottak minket, és mi magukkal jöttünk. Harcoltunk magukért. És miért? Egy ostoba babona miatt. Egy rongyért, egy zsákban. Ez nem rongy. Spanyolország utolsó zászlaja. Legyen átkozott a zászlójával együtt. A lövészeim hajnalban elindulnak. Délnek, uram. Jó itt, Miss. Sharp hadnagy! Meglepi, hogy engem lát? Hatalmas munkát végzett, nagyszerű munkát. De most, éppen hajnalban, az ügynököm kommandante Teresa segítségével, akit úgy hiszem már ismer, elfoglalja a Torre Castro kápolnáját, és megvédi mindaddig, amíg Vivar őrnagy kitűzi Santiago gonfalonját a kápolna tornyára. Elfoglalom Torre Castrót. Hat emberrel és pár kóbor spanyollal? Lehetetlen. Emlékeztessem a küldetésem céljára. Megtalálni az eltűnt utazót. Nem most, Richard. A feladatunk Torre Castro. Spanyolország alvó tigris. Ha a Torre Castro népe felkel, csak egy órára is, egész Spanyolországot meg fogja rázni. Folytassa, uram. Felkelés! Tényleg azt hiszi, hogy az emberek meghalnak egy szakadt rongyért, uram? Ahogy maga, Richard. Éppen úgy. Richard! Tudtam, hogy nem fog Torre Castro ellen vonulni egy babona miatt. Én is ilyen vagyok. Nem hiszek a szüzekben, szentgyertyákban, csak a hazámban. Választanom kellett a hazám és Richard Sharp közt. Nem tehettem mást. Azt tette, amit kellett. Most én is azt teszem. Vigyázz rá, és gyertyát gyújtok neked Torre Castroban. Szűzanyám. Miért nem mondta neki korábban? Megvolt neki a maga terhe. Különben is, vegyem el tőle a felfedezés élményét. Nos, figyeljenek! Tust a földre! Csövet megtölteni! Golyót megköpködni! Hüvelykkel bedugni! Vesszőt kihúzni! Golyót lenyomni! Visszatenni a lukba! Visszahúzni tüzelésre kész. Hivatott, uram? Terézának van egy haditerve, ami növelheti az esélyeinket. Kíváncsi vagyok a véleményére. Maga fog dönteni. Hallgatom. Torre Castrónak erős védelme van. Kívülről nem lehet bevenni. Lesz más bejárat. Én előre megyek. Spanyolként megtalálom. Nem! Megtiltom! Nyugalom, fiacskám, nyugalom! Azt mondtam, maga dönthet. Magáé a végső szó. Felejts el. Megtiltja. Kinek képzeli magát? Kinek képzel engem?
Jó estét, Harper őrmester. Ki akar nevezni őrmesternek? Kerítsen tűt meg cérnát. Szükség van egy őrmesterre. Nem leszek jó őrmester, uram. És? Én se leszek igazi tiszt. Dehogy nem, uram. Magából haláljó tiszt lesz. Haláljó? Az Isten szereti magát. Azt hittem, tudja. Kétféle tiszt van a világon, uram. A haláljó tiszt, meg a halálrossz tiszt. A haláljó tiszt véletlenül viszi halálba az embert. A halálrossz tiszt őrült rohadék, aki szándékosan teszi ezt. Bármiért, a hazáért, a vallásért, vagy egy zászlóért. Látja Hogan őrnagyot? Az ilyet nevezem halálrossz tisztnek. Teréza! Ó, az a Hogan. Ez aztán a halálrossz tiszt. A fenébe, Hogan, bár odabent lennék. Mint én is. Mint én is, de a legfontosabb kötelességünk Mrs. Parker védelme. Ó, ez az én kis Terézám. Egyél csak. És váljon egészségedre. Na! 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 Mr. Sharp! Sharp hadnagy. 95-ös lövészek. De Löklen ezredes. A feladatom, hogy a város őrségét vezessem. Hadd mutassam be ő excellenciáját, Metamoró grófját. A testvérem, Blaz Vivar őrnagy. Igen, uram, ismerem. A grófi cím képezi a vitatárgyát, és persze maga Spanyolország. Miért? Hiszen maga is spanyol. Miért harcol a hazája és a testvére ellen? Politika. Úgy neveznek afranceszádó, aki támogatja a franciákat. Miért? Bonaparte az észszerűség fényét hozza. Két Spanyolország van hadnagy. A testvérem egy kolostor, ahol csend és babona lakik. Az enyém egy udvar. Tudománnyal, oktatással. Ha spanyol lenne, melyiket választaná hadnagy? Nem vagyok se csuhás, se herceg.
Én a kocsmát választanám. Fél órát kap, hogy megadja magát. Azt javaslom, adja át a kardját, és parancsolja meg az embereinek, hogy tegyék le a muskétát. Mi nem muskétát használunk, hanem karabélyt. Az én embereim jó lövészek, válogatott osztag. Nem lőnek mellé. Megakadályozom, hogy kitűzzék a zászlót, de sok ember fog meghalni. Egy babona miatt. 10 perc, uraim. Tíz perc. Hangman! Az rohadék. Melyik az Cooper? Az ott balra. Ez majd megtanítja. Santiago, Spanyolország szentje. Segíts a csapatnak. Amikor eltemetsz, ne legyen pap.
Santiago! Ez az én fiam! Szent Jakab! Dölöklen! Ne lőjenek! Ő az enyém! Ki volt, aki lőtt? Én, uram. Adja oda magáit, Harper. Osztályos lett Perkins. Azt javaslom, Perkins, adja vissza. Hogan őrnagy parancsára. Elfoglaltuk Torrecastro várát annyi időre, hogy fel kell szítsunk. Végrehajtottam a kötelességemet, és úgy gondoltam leghelyesebb, ha visszatérek, és várom a további parancsot. Átkozottul jó munkát végzett. Napóleon tombolni fog dühében Torrecastro miatt. Fejek hullanak, romlik a harci morál. Ami kapóra jön... Mert a jövő hónapban belépek Spanyolországba, és alaposan ellátom Viktor Marshall baját. Sajnálom James Rothschildet. Biztosan elhagyta az országot. Szó sincs róla, uram. Itt ül ebben a szobában. Ah! Itt a váltó, Sir Arthur. Miből jött rá? Török dohány szaga volt. Ilyet Spanyolországban nem kapni. Nem evett disznóhúst a kolostorban. Ja, és iddisül beszélt a hintóban. Uram, maga egy valóságos gentleman. Tudott a zászlóról, uram? Nos, tudtam, hogy a sereg zsoldjáért kockáztatja az életét, de babonára nem számítottam. Ideje indulni. Búcsúzzunk el. Ne. Ne.
Sir Arthur nagyon elégedett. Ahogy mondja, uram. Igen? De nekem nincs a zsebemben a főhadnagyi előléptetése. Wellesley Spanyolországba viszi a sereget. Lesz kürcó, csaták és tengerdicsőség. Ha velem tart Richard, gondoskodom magáról. Hogy meghalljak, uram? Ez a beszéd? Ó, szép munka, szép munka. Magyar hangok. Király Attila, Kőszegi Ákos, Petridis Krisztos, Árkosi Kati, Várkonyi András, Úri István, Melis Gábor, Gyurik István, Juhász György, Bicskei Lukács. Magyar szöveg Csányi Zita és Katona László. Hangmérnök Horváth Gézoltán. Vágó Makai István. Gyártásvezető Rózsavölgyi Ilona. Szinkronrendező Hornyák Mihály. A szinkront a Masterfilm Digital készítette. Forgalmazza a Mirax.